Az emberi létezés és kultúra alapja az emlékezet. Akinek nincs emlékezete, nem él, mert maga az emlékezet az élet. Akinek nincs emlékezete, létfelejtésben él. Elfelejti, mi történt vele, honnan jött, és hová megy. A holokauszt emlékév a felejtés és a közöny ellen akar tenni. Kerek 70 esztendeje szabadították fel a II. Világháború idején kényszermunkatáborba elhurcolt zsidókat. Többek között erről is megemlékeztek a Városi Könyvtárban Turek Miklós színész előadásával. A jelenlévőket a könyvtár igazgató helyettese Tóth Marianna köszöntötte. 70 éve történt a holokauszt, és 70 éve hunyt el Törtékfe Dagny Miklós. Nem tudtunk úgy elmenni, emellett a nap mellett mi emlékeztünk meg róla. Az Ágyban című műsorával készülő Turek Miklós filmművész volt, fogadjuk őt szeretettel. És arra kérek mindenkit, hogy mindenki kapcsolja ki a mobillát. Nagyon fontos, hogy megzavarjuk a szavalást. Köszönöm szépen a figyelmet. Jó estét kívánok! Én Turek Miklós vagyok. Nem tudom, hogy ki az, aki tudja, hogy én ki vagyok. Ki az, aki a református templomban pár évvel ezelőtt egy Petőfi előadásomon ott volt? Tegye fel a kezét! Köszönöm szépen! Megtisztelő, hogy újra eljöttek. Ezek szerintem volt olyan vészes. A mai egy... Ó, ott is vannak? Sziasztok! Ezt nem láttam. A mai napon egy fiatal emberről, egy fiatal srácról szeretnék önöknek mesélni. Egy olyan fiatal fiúról, akit az ország csak a halála után ismert meg igazán. Ez a fiatal fiú nem Radnóti Miklós néven született. Az élet kényszerítette rá a névváltoztatást. És az élet kényszerítette, de nem igazából az élet kényszerítette, hanem saját önszántából cserélt vallást. Zsidó származású volt, de az élete során 37 évesen, ha jól emlékszem, kikeresztelkedett. Mégis egy olyan világban élt, ami ennek ellenére elpusztította őt. Aminek immár tavaly volt a 70 éves évfordulója. Ez az előadás, ha jól gondolom, még a Magyar Kultúra Napjához is kapcsolódik. És a holokauszt emlék évhez, illetve az emlék naphoz is. És ha bár Radnóti Miklós nem volt koncentrációs táborban, de azok a körülmények, amik az ő élete során a bori munkatáborban voltak, nagyban hasonlítottak ahhoz a koncentrációs tábori körülményekhez, amikben embertársaink tömegesen haltak meg abban az időben. Megpróbáltunk ide egy kis színházat varázsolni önöknek, nektek, és minimális világítás technikával, illetve hangtechnikával próbáltuk modellezni azokat a színházi körülményeket, amikben ez az előadás játszódik néha. De a sajátos helyszín miatt nem tudtuk úgy kezdeni, ahogy eredetileg kezdődni szokott az előadás. Amikor a közönség érkezik, önök beérkeztek volna, én már valahol a színpad fölött lebegtem volna. Normális körülmények között, színházi körülmények között. Tehát én már a színpadon vagyok, amikor ez az előadás kezdődik, és ez az egész beszélgetés nincs. De itt most el kell mondanom, hogy mit látnának önök, mit kéne látni, illetve mit fognak látni, mert én azt akarom majd, hogy önök azt lássák az előadás folyamán. Lenne egy fontos fény, egy ilyen kopfnak hívják színházi nyelven, az a különböző képeket választja el. Amikor a Naptár című versnek
a versszakai elhangzanak, az egy másik minőség, és ezt világítás technikailag egy ilyen kis szűk fénnyel szoktuk elválasztani. Itt most ezt nem tudjuk megcsinálni, én majd varázsolok valamit, hogy önök érezzék, hogy most egy másik minőségbe kerülök. Tartalmas délután, estét kívánok önöknek, és remélem egy kicsit más szemszögből, más dimenziókba tudom helyezni az önök fejébe is ezt a fiatal fiút. Önök most jönnek be. A történet Radnóti Miklósról szól, vagyis rólam, illetve arról, aki voltam. A mese egy pillanat mesél, egy angyali pillanaté, ami 1944-ben 70 éve, 35 éves koromban Abda község határában pillanat. Der springt noch auf! Mellé zuhantam. Átfordult a teste, és feszes volt már, mint húr, ha pattam. Tarkólövés. Így végzett hát te is, súgtam magamnak. Csak feküdj nyugodtan. Halált virágzik most a türel.